Összesen 5 olyan fiatal játékos mutatkozott be a Kiskunhalas elleni mérkőzésen, akinek még csak alig, vagy egyáltalán nem volt még NB1-es tapasztalata a felnőttek között. Kemény volt nekem, persze, de nagyon jó volt. És ugye az első meccsed volt az NB1-ben, milyenek voltak az első élmények? Hát jó volt az első élmény, igaz, nagyon izgultam, de hát lőttem egy gólt, és azért nagyon örülök ennek. Sirián Szederke volt az egyikük, neki ez volt a debütálása, és góllal sikerült bemutatkoznia. Ennyi szurkol előtt először játszottam, hát nagyon jól éreztem magam. Hát az elején nagyon izgultam, amikor pályára kerültem, de utána sikerült felszabadulnom, és nagyon örültem, hogy lőhettem egy gólt, és nagyon segítőkészek voltak a felnőttek, nagyon jól éreztem magam. Pelcéder Orsolya nem először játszott a felnőttek között, és teljesítményét látva valószínűleg nem is ez volt az utolsó alkalom. Én nagyon jól éreztem magamat, és nagyon kellemes volt, mert a görbe és a többi csapattársam is folyamatosan segített. Szóval én nagyon élveztem. Pelcéder váltótársa a bal szélen Korsós Dorina volt, aki a fiatalok között a legeredményesebbnek bizonyult. 5 gólt szerzett összesen. Ugye már nem először kapsz lehetőséget a felnőttek között, milyen érzés köztük játszani? Még mindig nagyon jó érzés, és ez továbbra is így fog maradni, mert azért ilyen világsztárokkal együtt játszani nagyon jó dolog szerintem. Harmadik debütálónk Virág Noémi volt, és mondani sem kell, ő is be tudott köszönni az ellenfél kapusának már az első mérkőzésén. Nagyon jó érzés itt játszani a nagyok között. Hát remélem lesz meg rá alkalmam. Mennyire tudtad ellesni a trükköket, praktikákat a nagyobbaktól? Hát azért igyekszem figyelni őket, majd idővel. A lányoknak természetesen sok sikert kívánunk mind a korosztályos, mind pedig a következő felnőtt mérkőzéseken, ahol számít rájuk a szakvezetés.